Új doktornő a 2. számú háziorvosi körzetben. Dr. Kis Katalin háziorvos, belgyógyász szakorvos december 1-én kezdte meg a rendelést. Teleki alapítvány. Étkezőpultot vásároltak a jótékonysági bál bevételéből. Lego ajándékot hozott a lakóotthonban élő gyermekeknek a Kisbocs Mikulás. Városi advent. A katolikus iskola diákjai énekeltek. Színházi műhely találkozó. Amatőr és profi társulatok találkoztak Szihalmon. A hazugság pszichológiája. A stúdió vendége Őszi Viktória, klinikai szakpszichológus. Köszöntöm nézőinket, önök a Városi Televízió magazin műsorát, a heti krónikát látják. December 1-jétől dr. Kis Katalin háziorvos, belgyógyász szakorvos rendel a 2. számú háziorvosi körzetben. A praxisban több mint 1800 páciens egészségéről gondoskodik. Több évtizedes kórházi belgyógyász és sürgősségi tapasztalattal érkezett dr. Kis Katalin a füzesabonyi 2. számú házi orvosi körzetbe. 89-ben végeztem a Budapesti Szemelvész Egyetemen, utána a Salgó-Törényi megyei kórházban kezdtem el dolgozni belgyógyászaton, leszakvizsgáztam, majd 2001-ben Egerben kezdtem dolgozni az akkor alakuló sürgősségi betegellátó osztályon. 7 évig. Utána megint a belgyógyászatra kerültem, és Covid-ba is dolgoztam 2 évet. Szerettem volna változtatni a eddigi munkámban, és ebben perspektívát láttam, hogy egy új helyzet, új munkakör. Ki szerettem volna próbálni, hogy milyen. A doktornő december 1-jével kezdte meg a rendelést. Jelenleg 1800 páciens tartozik a praxisához. Egyelőre hétfő, szerda, csütörtök, péntek délelőtt van rendelés. Kedden beiktattunk egy délutáni rendelést, hogy akik dolgoznak, ők is fel tudjanak bennünket keresni. A rendelési idő úgy van kérve, 8-tól 11-ig rendelünk, és 11-től pedig prevenciós rendelés lesz. Hogy mit is jelent ez a prevenció, erről szeretnék egy pár mondatot mondani. Ugye a prevenció, megelőzés, ez mai orvoslásban egy nagyon fontos dolog, mert ugye az a legjobb mindenkinek, ha megelőzzük a betegségeket. Az elsődleges prevenció, például a védőoltások is ide tartoznak, ugye most az influenza, illetve a Covid elleni oltás is, illetve életmódi tanácsadás, táplálkozás tanácsadás. A másodlagos prevenció azt jelenti, hogy az egyén vizsgálatával a családban előforduló betegségek föltérképezésével azért meg lehet mondani, hogy milyen betegségekre hajlamos az életű, és megfelelő szűrővizsgálatokkal már időben föl lehet deríteni azt, hogy van-e valamilyen eltérés, annak ellenére még panaszmentes. A harmadlagos prevencióban azon betegek tartoznak, akik már sajnos valamilyen betegségen átestek, például szívinfarktuson, sztrókon, ismert cukorbetegek, vesebetegek, daganatos betegek, az ő állapotukat is megfelelően kontrollálva lehet stabilizálni, ne romoljon tovább az állapotuk. Ezt jelenteni a prevenciós rendelés, hogy ezen betegeket, pácienseket várnánk ezen időpontban. Hogyan zajlik most önnél a rendelés? Be kell jelentkezni? Hány nővér segíti az ön munkáját a továbbiakban? A körzeti ápolónő Pásztor Erika maradt, ő jól ismeri a betegeket, és ahogy eddig is, előjegyzés alapján fogadjuk őket 10-15 percenként. Telefonon be lehet jelentkezni, illetve majd lesz egy e-mail cím, ahol mind recepteket kérhetnek, és időpontot is kérhetnek. Vagy bejönnek a betegek, vagy beszólnak telefon, vagy pedig postaláda is van, oda is bedobhatják a kéréseket, illetve e-mailen is várjuk a kéréseket. Ahogy az előbb is mondtam, több úton is tudnak jelentkezni vizsgálatra, szeretettel várjuk őket, megpróbálunk mindenkinek segíteni. A Teleki Blanka iskola alapítványa ebben a tanévben az étkező felújítását tűzte ki célul a jótékonysági bálján. A napokban megérkeztek az új asztalok és a székek az iskola ebédlőjébe.
Három év kihagyás után az iskola alapítványa idén októberben rendezte meg teltházas jótékonysági báját. Fejes Ildikó tanárnő, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, olyan nagy volt az érdeklődés, hogy volt, akinek már nem tudtak helyet biztosítani a rendezvényre. A bevétel az nagyon szépre sikeredett, 816 ezer forintot kaptunk. Emellé még az önkormányzat a civil szervezeteknek kiírt pályázatán is támogatott bennünket 200 ezer forinttal, illetve 280 ezer forint fölötti összeget kaptunk ebben az évben a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából. 54 széket vásároltunk és 12 asztalt, és még azt meg kell említenem, hogy a 1%-ból kapott támogatás az nagyon pozitív, hogy ilyen szép összeget kaptunk, mert ugye az alapítványunk az 21 éve működik, és az alapításkor ugye közhasznú alapítvány voltunk, de ugye a közhasznúságnak olyan feltételei is vannak, hogy a támogatásnak egy bizonyos összeget el kell érni, és sajnos 5 éve elveszítettük ezt a közhasznúságot, és a könyvelőnk jelezte, hogy az idén újra igényelhetjük, és ezt meg is kaptuk, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert ez az 1%-oknak köszönhető, meg a támogatásoknak köszönhető, hogy ismét elértük azt a limitet, aminek a segítségével mi közhasznúak lehetünk. Az alapítványnak azért volt egy kis pénze, amit mellé kellett tenni, hogy a bútorzatot megvásároljuk. Több mint 1.200.000 forintba kerültek ezek a bútorok, és jelen pillanatban még van folyamatban egy pályázatunk, aminek a segítségével, ha sikeres lesz és megnyerjük, akkor az étkező burkolatát is kicserélnénk, illetve még evőeszköztartó tálcát szeretnénk venni, illetve a kiadópult alá is még hasonló stílusú bútorzatot, mint ami jelenleg van. A diákok nagy örömmel fogadták, hogy komfortosabb körülmények között tudják elfogyasztani a menzájukat. Pont úgy érkezett ide az autó, hogy szünetre, úgyhogy már a lepakolásban is segítettek, és nagy örömmel vették birtokba az éttermet, hát majd meglátjuk, hogy milyen szép is lett. Igyekeztünk vidám színeket választani a bútorzathoz, és hát reméljük, hogy ez nagyon-nagyon sokáig fogja majd szolgálni az iskolának a diákságát. Fejes Ildikótól megtudtuk, az alapítvány egy újabb pályázatot is benyújtott, melynek sikere esetén tovább szeretnék szépíteni az ebédlő burkolatát és a falait is. Legócsomagot hozott a Kisbocs Mikulás 700 olyan gyermeknek, akik a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság észak-magyarországi intézményeiben és lakóotthonaiban élnek. Az ajándékok átadására múlt pénteken került sor a pszichiátriai otthonban. Az átadón jelen voltak a Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves megyei intézményeinek a képviselői, de az otthon dolgozóinak a gyermekeit is meglepte a Kisbocs Mikulás egy-egy legó ajándékkal. Én úgy gondolom, hogy a szociális ellátórendszerben lévő gyerekeknek sok esetben nincsenek szüleik vagy hozzátartozóik, akik Mikuláskor vagy karácsonykor meg tudják őket lepni. Ezek általában az intézményekre hárulnak. Több esetben is tapasztaltuk szociális intézményekben, hogy mondjuk születésnapkor, névnapkor nincs olyan hozzátartozó, aki meglepné őket egy tortával vagy egy ajándékkal. És arra gondoltunk, hogy mi nem fogjuk megengedni azt, hogy itt a régióban, a kelet-magyarországi régióban legyen olyan fogyatékkal élő, vagy nevelőszülőnél élő, vagy árva gyerek, vagy gyermekvédelmi központban lévő gyerek, akinek ne vinne a Kisbocs Mikulás, vagy a Jézuska egy ajándékot számára. Úgyhogy szívügyünké vált, hogy a védelemre szoruló, hátrányos helyzetű gyerekek mellett a szociális intézményekben élő gyerekek is kapjanak tőlünk ajándékot. Ez körülbelül 700 gyermeket érint, ugye ez egy jelképes átadás volt, minden intézményből képviselteti magukat ellátottak, illetve gyermekek, és majd a következő napokban kerül átadásra közvetlenül minden gyermek számára az intézmények keretein belül. A LEGO kampányunkat idén a Kárpátok Alapítvány és a LEGO csoport támogatásával valósítjuk meg, de nem csak Heves megyében, hanem 10 000 LEGO kelt útjára,
a szánon, és Szolnok megyébe, Borsod megyébe, Nógrad megyébe, Heves megyében az összes szociális intézménynek a lakói fognak kapni ezekből a csodaszép ajándékokból. Fellobbant a második gyertyaláng Javáros adventi koszorúján. Vasárnap délután a katolikus iskola diákjai adtak műsort a rendezvényre kilátogatóknak. Megtelt a tér a víztorony előtt advent második vasárnapján is. Ide érkezett a Mikulás, akinek a kuckójában énekelhettek és verset mondhattak a gyermekek. Az este üzenetét most is Papler Pál atya fogalmazta meg az egybegyülteknek. Így szól a próféta, harmatozzatok egek onnan felülről, és ti felhők hullassátok az igazat. Nyíljék meg a föld, és teremje az üdvösséget, és sarjadjon vele igazságosság is. Én az Úr hozom ezt létre mind. Kedves testvérek, várakozunk. Az advent megtanít bennünket erre. Habár nem szeretünk várni. Nem szeretünk az állomáson állni és várni a vonatra, amikor késik. De most adventben valahogy ez a várakozás mégis más. Várjuk a karácsonyt, várjuk Jézus születésének ünnepét. Ezekben a napokban várjuk a Mikulást, Szent Miklós püspököt, Isten emberét várjuk. És ilyenkor kitesszük a cipőnket, kipucolt, tiszta cipőt kitesszük, hogy az megteljen ajándékkal. És nagyon fontos, hogy üresen kell kitenni azt a cipőt, mert különben nem fér bele az ajándék. Valahogy az egész adventi várakozásunk is ilyen, hogy a lelkünket is készítjük, különben nem fér bele az Úristen ajándéka, hogy a lelkünk nem üres, nem pucolunk ki onnan minden oda nem valót, bűnöket, sértést, rossz szokást, vétkeket, mind-mind ki kell pucoljuk, és így kell várjuk a megváltót. És miért is tanít bennünket az advent várakozásra? Mert az igazán jó dolgokra várni kell. És erre az Úristen tanít meg is, a rávaló várakozás, az ígéretének beteljesülésének a várása nem egy meddő várakozás. Amikor az első ember pár bűnt követett el, akkor nem egyből hozta helyre az Úr, hanem megígérte a megváltót, hogy majd eljön az, aki majd helyreállít mindent, aki megszabadít bennünket bűneinktől, és várták, évszázadokon keresztül várta a választott nép a megváltót. Nekünk nem kell évszázadokat, több nemzedéket várnunk. Mi csak az adventi időszakot töltjük várakozással, de a mi várakozásunk örömteli, mert örömteli lesz a beteljesedés is, Jézus hozzánk érkezik, megtöltje mi szívünket szeretetével, békével, örömével, és ugyanígy készülünk Szent Miklós püspök ünnepére is, ugyanígy tesszük ki a cipőnket, hogy az Isten embere, az Isten jóságát, szeretetét, békéjét hozzá nekünk. Így várakozzunk, így folytassuk közösségben készülődésünket, ahogyan múlt vasárnap elkezdtük, így lobbanjon fel múltkor meggyújtott első gyertya mellett a második gyertya is, mert jelzi, közeledik a karácsony, egyre kevesebb időt kell várnunk, jelzi a gyertyák lángja, hogy várakozásunk beteljesedik, Isten embere hozzánk érkezik, Krisztus megszületik, és miért? Mert Isten végrehajtja, amit ígért, és helyrehozza, amit az ember elrontott. Így készülünk a karácsonyra, így várakozzunk, és így bízunk az Istenben, hogy ő mindig megteszi mindazt, amit ígért, ő sosem fordítja el szeretetét tőlünk. Nyissuk meg hát szívünket az ő szeretet előtt, így várjuk karácsony ünnepét, és így imádkozzunk most közösen Jézus szavai szerint. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, képen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szobognak két kis gyertya láng,
kedves vendégeink, a város vezetése és a Szervező Média Kft. Nevében köszönöm, hogy velünk voltak ezen az adventi vasárnapon, és hívom Önöket jövő héten ugyanide 5 órára a víztorony előtti térre. A jövő heti adventi vasárnapunknak a mottója az adni és segíteni jó. Ennek jegyében a Magyar Vöröskereszttel adventi víradást szervezünk a mozi épületében. 10 órától 18 óráig van lehetőségük arra, hogyha megtehetik, akkor adjanak vért. Az idén először készítettünk itt a város karácsonyfája alatt egy szeretett asztalt. Nagyon szépen megköszönjük, hogy egyre többen hoznak kóstolót, és egyre többen kapcsolódnak ehhez az ősi keresztény hagyományhoz. Kérem, hogyha megtehetik, akkor a következő vasárnapokon is járuljanak hozzá kis kóstolóval, hogy itt közösen az ünnepség alatt, az ünnepség után elfogyaszthassuk. És talán ez is segíti a rohanó világunkban ezt a közös adventi készülődést. A mai estére mindannyiuknak további jó szórakozást kívánok, és gyerekek, nem tudom, hogy ti mennyire láttátok, hogy megérkezett közénk a Mikulás, akit itt megrohomoztak, őt megtaláljátok ebben az úgynevezett selfie kuckóban, úgyhogy látogassátok meg, hát ha készült számotokra valami kedves aprósággal. Mindannyiuknak további szép ünnepet kívánok. Kulturális színházi műhely találkozónak adott otthon Taszi Halmi Magyar Tárház. Amatőr és profi társulatok játszottak a közönségnek két napon keresztül. Ha maga ezt nekem el tudná intézni valahogy, hogy a Fitchinger kapitány ne érkezzen oda, én ezt tudnám magának dotálni, nézze csak ezzel a 100 pengőssel. De szép gondolat, akkor... Egyelőre gondolatnál magának ezt előbb el kell intéznie, de az öné... Hogy tudnám én ezt elintézni, kérdezik? Ja, ez nagyon egyszerű. Hát oda megyünk fél 9-re a központi ügyeletre, és feltartja valamivel a Fitchinger kapitányt. Tudom én, hát kitalál egy jó kopás, vagy valami ilyesmi. De mi lesz, ha kiderül, nincs is nálam semmi lopás? Hát magát az már kicsit meg fogják büntetni, egy pár megöredeg az állom, semmi de ne jött egy jó kutat. De miért lehet tőlük ellopni, kérem, hogy olyan szegények vagyunk a gyerekeim fiókban az. Mit lehet, valami gyűjteménye biztosan van? Van, egy nagyon szép fizetési felszorítás, egy zálog cédula gyűjteménye. Találjunk ki magának valamit, hogy van egy nagy értékű japán fehér sejembicsije, na? Azt mondják, nagy japán fehér mincsi. Ne aggódjon, Bakonyi, én ezt elintézem. Bakonyi ügyvéd egy szerelmes 4-5-re készülődve üzletet ajánl a szegény sorsú kerekesnek, hogy tartsa távol. Egy hivatalos bejelentéssel, eredetileg egy lopás történetével, vetélytársát, Fitchinger rendőr kapitányt az esti rendezvú idejére. Kerekes elvállalta, azt hitte könnyű dolga lesz. De nem így alakult Rejtő Jenő központi ügyelet című jelenetében. Többek között ezt is meg lehetett tekinteni a közönségnek a kétnapos kulturális színházi műhely találkozón a Magyar Tárházban. A Stand Up Brigád humortársulat osztopos tagja Beleznai Endre. Ezt a központi ügyeletet ezt szinte mindenki játsza, aki valaha kabaré színpadon volt. A Rejtő Jenőnek van egy pár jelenete, most nem számoltam igaz, hogy ez mennyi, de van egy pár jelenet, ami abszolút klasszikus, és majdnem mindenki játsza. Ezért is sok változat is, ugye az eredeti Rejtő Jenő jelenet, az ugye nagyon sok világháború, mert a két világháború közötti utalással van tele, ami nem teljesen érthető már ma, ezért mindenki csinál benne valami egyedit, de ezért ez mindig formálódik. De ez mondjuk ebbe a szórakoztató műfajban, vagy a végjátékoknál és operetteknél is hagyomány, hogy mindig a, például a Denevérbe a Frosch, a vicces a harmadik felvonásban, és akárki játssza a Frost, elmondja az eredeti szöveget, elmondja, amit beletett a Latabár Kármán, az előtte lévő Frost, és ami őt állt buszba ki. A Rejtő jeleneten kívül több kabaré jelenetet is előadtak. Ne segítsen! Csak rájövök magadtól is! Valami tig? Nem. Vagy te? Mi tig-tapolik meg a kaput a sorra, mi? Te! Igen! A te nagyon különleges, de inkább benne magarkozó egysége, ha sok kivagy mondja. Na, hova így mindenkinek? Ki vezeti a missziót? Azt, hogy én nem tudom, mert nem járok templomba.
is itt van a nyelve, nem? Mindjárt mondom. Maga nyelvén tudja, mi van, helyet az van a maga nyelve. Hát, ez szájhagyom van! Na, hol van? Igen, mindjárt mondok. Megvan, megvan, megvan. Tavasz Tibor! Tavasz Tibor! Na, hopp! Na, elsőre, hogy elmondtam? Igen. Hányszor elugattam magának, hogy R betűvel mondja ki azt a nevet? R betűvel? Ravasz Tibor! De hülyenem van! A színművész szerint fontos, hogy működjenek amatőr színjátszó csoportok. Ez az önkifejezés egyik eszköze. Amatőr színjátszásnak, vagy közösségi színjátszásnak, vagy színjátszó köröknek, ugye ez, mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ezek ősibbek, mint maga az iparszerű, vagy professzionális színjátszás, mert tehát ez a különböző társadalmak, az embereknek az alap szórakozása volt, hogy egymást szórakoztatták különböző történetekkel, és minthogy az a formája, hogy valaki csak ül a tűz körül, és csak elmeséli, erre egyszer csak rájöttek, hogy viccesen fel elő is adják, és akkor így alakult ez ki. Tehát tulajdonképpen az egy ilyen, hogy mondjam, ősi ösztön, hogy az emberek akarnak ilyet csinálni, akkor is, hogyha esetleg professzionális szinten nem jutnak el, vagy nem is akarnak eljutni, de egyszerűen ez egy nagyon jó módja a közösségi létnek, és ezért van még mindig ezért létezik még mindig széles körben, úgyhogy mi általában, hát én is játszom egyébként a mai napig amatőr társadalomban, persze nem sokat, hanem csak ilyen alkalmilag, de természetesen támogatjuk, mert hát ezek nagyon szépek. Ez az, a versírás, hogy mindig szokták kérdezni tőlem, hogy ami valaki odaad egy verses kötetet, van ilyen, hogy ad, és tulajdonképpen, hogyha olyan, hogy tulajdonképpen szinte olvashatatlan versek vannak benne, már most úgy értem, hogy, tehát, hogy nem jókna. És akkor kérdezi, hogy milyen, akkor vagy nem mondok semmit, vagy hát én, és hogy írjon ő verset, mondom mindenki. Tehát mindenki írjon verset, mindenki fejezze ki magát, mindenki foglalkozó bűvészettel, tehát azért egy kicsiket följebb húzza magát a szinte minden évben most már elég nyilvánvaló katasztrofák vannak a világban, már úgy értem, hogy rengeteg problémánk van, és az a művészettel való találkozás az ezeket segít enyhíteni, hogy néha akár megoldani is, de az, hogy kicsit kijebb húzzuk magunkat a napi problémákból, azt egész biztosan betölti ez a tevékenység. A műhely találkozó mindent korosztályt megszólított. A Nemzeti Együttműködési Alaptámogatásával két napon keresztül lehetett gyerekeknek és felnőtteknek színdarabokat, kabaré jeleneteket és zenés műsorokat megtekinteni. A délelőttek folyamán az óvodásoknak és az iskolásoknak vannak gyerekelőadások, este pedig a felnőttek részére vannak különböző előadások, úgy mint kabaré jelenetek, a sanzon, dráma. A tárház kialakításakor nagyon sok anyagot gyűjtöttünk a környékről, és ugye rengeteg településen működött amatőr színjátszó csoport. És a későbbiekben elkezdtünk ezen gondolkodni, utána jártunk, és kiderült, hogy még ma is a tágabb környezetben számos ilyen amatőr színjátszó csoport működik, és megkerestük ezeket a csoportokat, hogy milyen előadásokkal tudnak fellépni, hogy tudnak készülni, és így elsősorban az ő számukra szerveztünk egy ilyen műhely találkozót. Csak hát természetesen, mivel ugye az amatőrök dolgoznak, nehéz az időbeosztás, a munkahelyről kell ugye szabadságot kivenni, ezért az kétnapos sorozatot nem tudtuk csak amatőr produkciókkal feltölteni, hanem fél profi és profi előadások is vannak. A gyermekműsorokban az Óza Nagy Varázsló, Ludas Matyi című előadásokat lehet látni, egy Jászfényszarói csoport, egy Egri csoport, egy Bükszéki csoport. A felnőtt előadásoknál ugye Pestről vannak előadóink, a Kabaré Kommandó, a Stand Up Humor Társulat, de Egerből van egy színjátszó csoport, akik a sanzonestet nyújtják. A holnapi nap folyamán pedig Hevesről is jön egy amatőr színjátszó társulat, ők adják elő a drámát. Ivádi Erika és Barát Zoltán az Egri Színház színművészei saját zenés produkciójukkal léptek föl. Operett, ezek a, hogy is mondjam, inkább ilyen nosztalgia slágerek, amiket mindenki ismer, ismerős dallamok. Azért becsempészünk egy-egy olyat is, ami nem annyira ismert, hogy azért mindig bővítsük.
a repertoárt. Mindenkinek fontos, hogy néha eljárjon kikapcsolódni, és olyat nézzen, ami kedves számára, akár zenés, akár próza. Én magam is járok színházba, más színházakat nézek, mert kell, hogy frissítse az ember a kapcsolatát a színházzal mindig. A színjátszó csoportokkal kapcsolatban Iváldi Erika elmondta, hasznosak az ilyen társulatok a tagoknak és a közönségnek egyaránt. Ő maga is több csoportot vezet. Én is nagyon régóta csináltam, ezt csinálom, körülbelül 30 éve azt is gyerekekkel, tehát saját színjátszó csoportom is volt, de felnőttekkel is dolgoztam, és még mondjuk mentálisan sérült, periférián is, ott is mozgulottunk, tehát ott is ilyen intézetekben és intézményekben alkalmaztuk ezt, és terápiás ugye, módszernek is használják, ami szerintem nagyon jó. Bárkinek bármi baja van, de ha nincs is baja, hanem egy munkahelyről kizőken, és este elmegy egy ilyen színjátszókörbe, hogy úgy érzi, hogy ebben tud kiteljesíteni, kiadni magát, és feszültséget oldani, és újra gyerekké válni, akkor szerintem ez nagyon-nagyon jó elfoglaltság és hobbi. Milyen lelki okok késztetnek minket a hazugságra, hogyan működik a lelkiismeret, hogy töltjük pszichológiai ismeretterjesztő sorozatunkat Őszi Viktóriával. Kutatások szerint az emberek életében nem telik el úgy nap, hogy ne füllentenének, hazudnának. Ezekről fogunk beszélgetni a következő percekben Őszi Viktória klinikai szakpszichológussal. Köszöntelek a stúdióban. Szép napot kívánok. Nem kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mit nevezünk egyáltalán a hazugságnak, honnan számít egyáltalán hazugságnak egy füllentés, már számíthat-e annak épp, hogyha valamit csak szépíteni szeretnénk a másik előtt? Ez egy nagyon jó kérdés, mert általában úgy szokott lenni, hogyha mi mondjuk, az maximum egy kis apró füllentés, ha a másik mondja, akkor meg egy ordas nagy hazugság. Ugye, illetve azt is szoktuk mondani, hogy mi soha nem hazudunk, max másképp látjuk a valóságot. Na, itt most a beszélgetés elején azért szeretném leszögezni, hogy alapvetően pszichológiai értelemben fogunk beszélni a hazugságról, és ennek a pszichológiájáról, a jellemzőiről, tehát, hogy nem etikai, illetve vallási szempontból fogjuk itt elemezgetni, mert akkor valószínűleg még karácsonykor is itt ülnénk a stúdióban, hiszen annyiféle elmélet kapcsolódik ehhez. Hogy mit is nevezünk hazugságnak, gyakorlatilag azt mondom, hogy ez a megtévesztési szándék van mögötte, amikor félre akarjuk vezetni a másik felet, és ezt hogyan tudjuk tenni, vagy viselkedéssel, vagy közléssel, vagy elhallgatással, úgy, hogy tudunk arról, hogy a valóságot mi másként feltételezzük, mint amit szeretnénk így előadni a másik félnek. Milyen fokozatai vannak a hazugságnak, hogy kis hazugság, nagy hazugság, másképp hazudnak a nők és a férfiak? Én alapvetően azt mondanám, hogy vannak bizonyos felmérések, bizonyos kutatások anna tekintetben, és akkor az utolsó részére válaszolok most a kérdésednek, hogy a nők és a férfiak között van-e különbség a hazudásnak a tekintetében. Na, a hazugság is olyan egyébként, hogy ahogy te is mondod itt a bevezetőben, valóban vizsgálták ezeket a tényeket, és azt találták, hogy egy átlag napon egy átlagos ember az 4-szer hazudik. Na, ugye itt a hallgatóknak a nagy része az egyből mondaná, hogy hát biztos, hogy nem, meg én ezt soha nem szoktam tenni. Nehéz ennek a vizsgálata, mert lehet ezt in vitro, tehát laborban vizsgálni, amikor valakit mondjuk szándékosan meg kell téveszteni, manipulálni kell, de hát a hétköznapokban hogyan lehet ezt vizsgálni? Önbevallással, és hát tudjuk, az embernek az önbecsapási hajlama az kifejezetten nagy. Van különbség egyébként, azt találták így a férfiak és a nők körében. Azt lehet látni, hogy nők bizonyos szempontból jobban tudnak hazudni, hiszen az ő hazugságaik azok később szoktak kiderülni. Tehát ez egy érdekes tényező így a vizsgálatok során. Egyébként ezzel is úgy vannak az emberek, mint egy bizonyos valóságsóval, vagy ilyen sorozatokkal, hogy senki se csinálja, ugye senki se nézi, de ennek ellen mindenki tudja, hogy mi volt az előző részben. A hazugság is ilyen, hogy mindenki azt mondja, hogy hát én nem szoktam hazudni, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy az emberek nagy része úgy van vele, hogy
ő nagyon jól felismeri azt, hogy ha hazudnak neki. Az igazság az pont fordítva van, az emberek nagy részét nagyon jól meg lehet téveszteni szándékosan, és bizonyosan mindenkinél előfordulnak ilyen kisebb-nagyobb hazugságok. Na most, hogy mi számít hazugságnak, azért gondoljunk bele, onnantól kezdve, hogyha találkozunk valakivel, és azt mondom, hogy jó reggelt kívánok, mennyire jó az a jó reggel, ugye? Vagy hogy vagy? Na, jól vagyok, köszi, minden rendben. Lehet, hogy ugye nincs is közben minden rendben. Tehát itt nem ilyen óriási... Itt van a szépítés. Igen. Tehát, hogy nem ilyen óriási nagy tényezőkre gondolunk, hogy most az egész társadalom kóros hazudozó, tehát én nem azt állítom. De hogy nem mindig a valóságot mondjuk, azért az természetes, és ez része a mindennapjainknak, része az életünknek. Na most a hazugságok, hogy hogy épülnek fel, azt lehet látni, hogy nagyjából egy ilyen 50% az, amilyen önös célt szolgál, tehát hogy gyakorlatilag ez a mentsük az írhánkat esete, de a másik van egy 25%, amire azt lehet mondani, hogy kölcsönös előnnyel jár, hogyha szépítjük, illetve van egy 25%, ami pedig azért mondunk, hogy a másiknak jobb napja legyen, hogy a másikat segítsük, tehát ilyen empátiás hazugság, hogyha lehet ilyet mondani. De egyébként, hogy a hazugság honnan jön, és azért is mondom, hogy behálózza a mindennapjainkat, evolúciósan velünk van. Most erre sokan felkaphatják a fejüket, hogy hát evolúciósan hazudni, hogy ez mit jelent. De az alkalmazkodás teszi lehetővé a túlélést, és az is, hogy használjuk, és az is, hogy megtanuljuk leleplezni a hazugságot. És evolúciósan azért kellett ez, mert hogy alkalmazkodni kell ugye a környezethez, és a környezeti erőforrásokat ki kell bizonyos szempontból használni, és sajnos ez néha azt jelenti, hogy másokat is. De ez most nem csak az emberi szinten jelenik meg, hiszen az evolúciós pszichológusok azok vizsgálták, hogy a növényeknél is találunk ilyen megtévesztő viselkedés, hát mondjuk vannak bizonyos orchideafajok, amik ugye azért, hogy beporozzák őket, azt utánozzák a rovaroknak a megjelenését, vagy az olyan illatanyagokat tudnak kibocsátani, vagy a állatoknál lehet találkozni a blöffölésnek a viselkedésével, mondjuk a vadkacsa mama, hogyha azt látja, hogy nem tudom, jön a róka, és akkor el akarja kapni a kis fiókákat, akkor mit fog csinálni? Eljátsza, hogy ő meg van sebesülve, és ezáltal ugye eltereli a rókának a figyelmét, vagy ilyen a tetszhalotti állapotnak is a használásra. Tehát, hogy ez behálózza a világunkat, de nyilvánvalóan másképp jelent meg az emberi társadalomban. Mikor hazudunk először? Miket figyeltek meg a kutatások során? Mert az egészen kis gyerekeknél is megjelenik. Igen, viszonylag kiskortól kezdve megjelenik. Na most bárki, hogyha nem tudom, amikor egy 3 éves kisgyerek a zsírkrétával a kezében összefirkálja a falat, és rajta köpik, és ki csinálta ezt? Nem én voltam. A kutya, nem én voltam, ugye? Tehát, hogy ott is van ilyen. Na most a hazugsághoz azt el kell mondani, hogy kell egy olyan képesség is, amit úgy nevezünk, hogy tudatolvasás. Ez nagyjából egy ilyen 4-5 éves kor körül már megjelenik. Ez azt jelenti, hogy tudom, hogy a másik fejében mi lehet, vagy mire gondolhat. Ugye nem ilyen elmeszakértőnek kell gondolni így a gyerekeket, de azért a legtöbben ezt használjuk természetes módon a hétköznapok során, és ez is kell ahhoz, hogy az ember elkezdje ezeket használni. Tehát inkább kisebb gyerekeknél, nyilván ez a 2-3 éves kor körül, ahogy már ugye a beszéd az jobban megjelenik, ebből azért nagy szórás van. De azt kell mondjuk, hogy a beszéddel együtt azért ez is hozza magát. Nem kóros hazudozók a gyerekek, itt nem arról van szó. De ennek a viselkedése és szinten ugye ezért ez megjelenhet. Nyilvánvalóan, ahogy az ember egyre jobban fejlődik kognitívan, akkor ezeknek is a formája az változhat. Az a probléma, hogyha ez megmarad. Tehát gyerekeknél lehet ilyet találni, vagy ilyennel találkozni, hogy konfabulálnak. Tehát, hogy nem tudom, egy 5 éves kis óvodás azt mondja, hú, apukámmal hétvégén felrepültünk az űrbe, és akkor elkaptunk egy meteort, ami fel akarta robbantani a Földet, és akkor mi megmentettük a világot. Tehát, hogy mindig azt szoktuk ilyenkor nézni, hogy milyen a hátterében ezeknek az állításoknak. Ez teljesen természetesen, teljesen más megítélés alá esik, mint például, amikor egy kamasz gyereknél van egy olyan, hogy azt mondja, hogy hétvégén ő otthon van, és nem megy el sehova, közben mondjuk kilóg éjszaka, és elmegy bulizni. Ugye az egy teljesen más, az egy deviáns viselkedés. Milyen jellemzői vannak a hazugságnak? Mikor
hogyan tudjuk azonosítani, vagy felismerni, hogy a másik fél éppen hazudik nekünk, hogy nem mond teljesen igazat, hogy szépít a dolgokon, vagy éppen teljesen hazugság az a sztori, amivel előállt nekünk. Igen. Na most itt leszögezném, hogy nem azért beszélgetünk, hogy ilyen hazugság szakértőket nem képezzünk. Nem hazugság mindenról szeretnék játszani, csak... Tehát, hogy nem ez a cél, de valóban, ahogy mondod, azért vannak bizonyos jellemzők, és itt azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az internet is tele van bizonyos tanfolyamokkal, amikor ilyen önjelölt testbeszéd szakértők és trénerek 6 óra alatt egy tanfolyamon bárkit megtanítanak arra, hogy felismerjék az összes hazugságot, ami így a környezetükben felbukkanhat. Hát, hogyha ez így lenne és működőképes lenne, akkor valószínűleg a világ nem itt tartana, és mások is ezt használnák. Na de hogy milyen jellemzőkből lehet ezt látni? És én itt megint csak leszögezném az elsőként, hogy ezek általánosságok, mindig egyedi dolgokról van szó. A hazugságok az, hogy valamit kitaláljunk, egy nem valós dolgot, tehát meg akarjuk téveszteni a másikat, azért ez egy megterhelő dolog kognitívan. Ez egy komplex, ki kell találnom, nem egy jó kis történetet, hogy na akkor mit mondjak, hogy hol voltam, kivel találkoztam, hihető is legyen, meg valószínűleg olyannak akarom mondani, aki nekem fontos, és azért azt meg akarom győzni, tehát van egy érzelmi megterhelése is ennek az egész helyzetnek. Vannak bizonyos ilyen aktivitás változások, fiziológiás változások, ezek elsősorban ilyen perifériásan jelennek meg. Lehet az, hogy megemelkedik a pulzusszám, kapkodja a levegőt, előfordulhat az ugye pont a stressz helyzet miatt, hogy az ember úgy kipirul, jobban elkezd pislogni. Nagyon sokan mondják azt ugye, hogy elkezd a kezelába járni, valamivel van biztos, hogy matat, mert hogy elterelje így a figyelmet. De az az igazság, hogy ez nem mindig van így. Tehát nem lehet általánosságban elmondani. A hangmagasságra is szokták mondani, hogy az is változik, és akkor az ember elkezd felfele menni a hangja, és elkezd így torzítani. De nem igaz, mert az esetek 2/3-ában fordul elő, hogy elvékonyodik a hang, de van 1/3, akinél meg pont elmélyül. Hogy egy ilyen közeli példát mondjak, az Egyesült Államokban van egy, vagy volt mostanában egy startup vállalkozás, a Telenos, ahol ugye az volt, hogy egy csepp vérből majd mindenféle betegséget tudnak azonnal diagnosztizálni, és ennek egy nagyon fiatal, ambíciózus hölgy volt a vezérigazgatója és az alapítója. Hát aki most éppen a bíróság... Lebukott. Igen, lebukott, és azt hiszem 11 év börtönbüntetést kapott, tehát annyira mégsem volt sikeres ez a vállalkozás, de meg tudott rengeteg embert győzni, téveszteni, és gyakorlatilag a semmire első körbe vagy 700 millió dollárt össze tudott kalapolni, tehát jól csinálta, jól manipulálta, idézőjelben értem természetesen ezt a jól, tehát hogy nem etikai szempontból, és ő csinálta azt például, hogy mélyítette szándékosan a hangját, pontosan azért, hogy... Meggyőzés? Igen, meggyőzés, mert a mélyebb hang az meggyőzőbb szokott lenni. Tehát általában az ilyen kis csiviterő hanghoz nem a szakértelmet és nem a határozottságot szoktuk társítani. Tehát ő neki a saját beszédhangja teljesen más. Erre mondom, hogy tényleg az, hogy kinek milyen a hangmagasság, vagy hogyan beszél, ez sem feltétlenül annyira... megbízható tényező, de mondjuk a poligráfos vizsgálatok, azok ezeket a fiziológiás jellemzőket nézik, erről majd még később beszélhetünk. Aztán ami még változik, az az aktivitás, az agyi aktivitás. Na most már ez egy megbízhatóbb dolog, mert EEG-s vizsgálatot, hogyha csinálunk, akkor bizonyos agyterületek másképp fognak funkcionálni, és jelzi ezt a készülék. De hát ez is olyan, hogy általában nem így szoktunk közlekedni a hétköznapokban, nem? Meg hogyha hazajövünk a párunk, akkor nem azt mondom, hogy na, akkor egy EEG készüléket rád rakok, és akkor drágám, mondd csak, hogy hol voltál, és kivel beszéltél most a nap folyamán. És ami még változik, hogy ez a viselkedés, na most ez az, amit nagyon sokan szoktak mondani, hogy fú, hogyha nem mond igazat, akkor ugye elkezd így szájval léteszi a kezét. Valamint paprál magán, nem tudom. Igen. Oly soknál lehet ezt megfigyelni. Én egyébként imádom, amikor én kis 4-5 évesek van, itt így huncutkodnak, nem akarok mondani, és akkor egyből oda kapják ugye a szájuk elé a kezüket ösztönösen. Na de most azért, ahogy az ember kezd felnőni, ez már nem így működik, tehát gondoljunk el mondjuk egy olyan politikai sajtótájékoztatót, ahol a politikus az ott a kezét a szája elé teszi, meg kacarászi. Igen, de legalább szórakoztatóbb lenne az ilyen sajtótájékoztató, tehát annyi előnye lenne. Tehát erre is azt mondom, hogy természetesen a hétköznapi életben ez...
Ez nem így működik. És van egy nagyon fontos dolog, hogy ez mind szép és jó, amit én most itt elsoroltam, hogy változnak bizonyos dolgok, de van egy nagyon lényeges tényező, az, hogy ezt az illetőt ismerni kell az alapműködését. Tehát mihez hasonlítom, hogy mihez képest változik neki mondjuk a kézmozgása vagy a mimikája. Tehát itt mondjuk én már nem először vagyok itt nálad beszélgetni, ugye megszoktad, hogy általában milyenek az arckifejezéseim, és az operatőr kollégától is megkaptam, hogy nekem mindig valami mozog az arcomon. Tehát, hogy valószínűleg így, hogyha én most ilyen lemerevedett robot üzemmódba beszélnék, akkor gondolhatnád, hogy más a viselkedésem, vagy túl sok volt a botox, legalább ez a két tényező biztos, hogy bejátszana. Tehát, hogy ismerni kell az embernek az alapműködését, hogy mihez hasonlítom. És ezért nincs értelme ezeknek a jeleknek, hogy állandóan kutassam. Persze az ember azért a környezetében a családtagjait, a barátait, az ismerőseit azért nagyjából tudja, hogy milyen gesztusokat szoktak használni, de idegeneknél nem feltétlenül. Mondjuk még egy érdekességet mondanék itt a fiziológiás változásoknál, hogy a mesékből sokan ismerik Pinokkiónak a figuráját. Ugye, hogyha nem mond igazat, akkor ő neki megnő az orra. Ez az embereknél is így van egyébként, tehát hogyha valaki nem mond igazat, akkor egy úgynevezett katekolamin nevű vegyület választódik ki az agyban, amitől a nyálkahártyák, az olnyálkahártyák megduzzadnak. Ezért szokott előfordulni, hogyha zavarban van valaki, akkor valóban lehet, hogy elkezdi dörzsölni az orrát, de egyébként is elképzelhető, hogy pont a fokozott stressz helyzet miatt, illetve ennek a vegyületnek a kiválasztódása miatt megnő az orra. Nyilvánvalóan ez nem egy annyira látványos, de hogyha műszerrel mérnénk, akkor a műszer kimutatná, de hát ez megint csak olyan, amit nem hordunk a zsebünkben. Mikortól számít valaki beteges hazudozónak, notórikusnak? Hogyha alapvetően a hétköznapi életében, vagy magának, vagy másoknak ezzel kárt okoz. Tehát azért tudjuk, hogy vannak azok a szórakoztató emberek, akik kitalálnak bizonyos történeteket, de hogyha ennek nincsen akkor a jelentősége, akkor úgy legyintünk rá, az áll, jó van, oké, ma is meghallgattuk a meséjét, és akkor menjünk tovább. Vannak ennek természetesen komolyabb tényezői is, tehát hogyha én most patológiában gondolkozok, akkor vannak olyan paranoid emberek, akiknek bizonyos doxazmái, azaz téveszméi vannak, és itt a nem valóság, ugye a saját elképzelése válik számára valósággá, vagy elképzelhető az is, amikor mondjuk van ez a Münchhausen-szindróma, és az a Münchhausen by proxy, na most mondok olyan csúnya szavakat, mit jelent ez, amikor valakinél ugye tünetek vannak, és az orvosok valamilyen súlyos beteg lesz, de nem találják az orvosok, hogy mi történik. És ez a második, az azt jelenti, hogy valaki másnak okoz ilyen tüneteket, ilyen szenvedést. Sajnos ez nagyon, nagyon súlyos állapot, ezt elsősorban szülők követik el a gyerekük ellen. Tehát ez azt jelenti, hogy akár olyan szennyező anyaggal kenik be mondjuk egy sérülést, egy friss műtéti heget, vagy folyamatos betegséget okoznak a gyereknek, és az orvosok nem tudják, hogy ennek mi az oka, és kiderül, hogy a szülő okozza ezt. Tudatosan? Tudatosan igen, azért, hogy a szülő figyelmet kapjon ezáltal. Ez egy nem szép, de szerencsére nem túl gyakori patológia, de előfordul. Tehát nyilván ez az, amikor már kóros, illetve hát az, amit mondtam, hogyha a hétköznapok során olyan szenvedést okozunk magunknak vagy másoknak. Ha valaki felismeri magáról, hogy kóros hazudozó, tehát elkezd tönkre menni az élete, mert mindenki gondolom, akkor egyszer csak kihált rá mögül le, hogy nem hisznek már neki. Hogyan lehet őt kezelni? Pszichológiai foglalkozásokkal javítható a helyzet? Hát ott kezdeném, hogy általában ritkán ismeri fel valaki magáról, hogy ő kóros hazudozó. Tehát, hogy ezt úgy tagadni szokták. Itt mindig az a motiváltság és a szenvedés nyomás számít akkor, hogyha a pszichológushoz jelentkezik. De egy nagyon fontos dolgot elmondanék ehhez kapcsolódóan, és ez, köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés, mert előfordul, és pont néhány napja beszélgetünk erről a kollégákkal, hogy gyakorlatilag nem találkoztunk, vagy mindenkinél volt már olyan, hogy valaki azért megy pszichológushoz, hogy na, én majd át tudom verni a pszichológus, meg hogy biztos, hogy nem fog rájönni, hogy mi az igazság. És igazából itt az a kérdés, hogy és akkor mi van?
Tehát, hogyha arra szán 50 percet az életéből, hogy megtudjon saját magáról valami olyat, amiről ő már amúgy is tud, tehát, hogy ő nagyon jól át tud verni embereket, tehát, hogyha neki erre jó az élete, akkor tegye, tehát engem annyira nem zavar, de előfordul ilyen, vagy például szülőknél néha az a kérdés, hogy tudni akarom, hogy hazudik-e nekem a gyerek. Hát kérdezze meg tőle. Tehát, hogy én nem azért vagyok, egyrészt szerencsére nem vagyok igazságügyis sem, hogy ilyen bizonyos kérdésekben nekem döntenem kellene, másrésztről pedig sokkal jobb egy direkt kommunikáció, és nem vagyok oknyomozó sem azért, hogy ilyen dolgokat kitaláljak, hogy most akkor valaki hazudik, vagy nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy terápiában, hogy valaki valósat mond, vagy nem mond valósat, igaz, nincs is akkora jelentősége. Egyrészt ez úgy is elő fog jönni, másrésztről nyilvánvalóan itt a hangsúly is fontos, tehát, hogy milyen tényezőről van szó, nem biztos, hogy én ezzel szembesíteni fogom, tehát nem fogom azzal fogadni, hogy ha Gizike, amúgy én tudom, hogy átvert, és hogy utálja az anyósát, és ezzel kapcsolatban nem mondott nekem igazat. Ennek, hogyha ő azt mondja, hogy imádja az anyósát, előbb-utóbb is ki fog belőle bukni, hogy de ez nem így van, és sokkal jobb, hogyha ezt ő tudja kimondani, és nem nekem kell kívülről rávezetni. De az, hogyha valakinél van egy ilyen kialakult torzulás, tehát, hogy nagyon sokszor mond valótlant, inkább azt kell megnézni, hogy mi van mögötte. Mi motiválja arra, hogy ő állandóan átverjen másokat? Milyen szinten verje át? Mert ugye ebbe is vannak különböző szintek. Van, aki jobban akarja feltüntetni magát, jobb színben, tehát, hogy szebb homlokzatom legyen, és akkor olyan nem tudom, végzettségeket, történeteket talál ki magának, ami nem létezik. Van olyan, aki inkább a másokról akar ugye rosszat kitalálni, és akkor ebbe szokott belebukni. Hát itt a pletykának és a rossz indulatnak a témája, ami szintén ugye ez a hazugsághoz kapcsolódik, hiszen a pletyka is, micsoda gyakorlatilag, azt mondjuk, hogy van ennek pozitív része is, hiszen ugye olyan, mint bizonyos betegségek, hogy szájról szájra terjed, mert hogy van, amikor az embernek a jó hírét így viszik, nem? Hogyha akarok, nem tudom, egy jó központi fűtés szerelőt, akkor ahol valaki ismert egy ilyet, és akkor ez mindig megbízható. Hasznú is van ilyenkor, igen, nem ilyenkor mindig negatív értelemben használjuk. Igen, ez egy pozitív pletyka. Na de általában az szokott mögötte lenni, hogy inkább egy negatív színezetet kapjon valakinek a renoméja, valakinek a hírnevét, azt feketítsük be, és hogy mi van mögötte nagyon sokszor az irítség. Tehát, hogy a másiknak van valami, ami nekem nincs, vagy ott tart az életben, ahol én nem, vagy ahol én soha nem fogok. Versenyezni vele nem tudok, mert ahhoz teljesítenem kellene, hogy utolérjen. Dühös vagyok rá, mert mindig arra emlékeztet, hogy mi az, ami nekem nincsen, és ezért mit fogok csinálni? Lehet, hogy ciki lenne kimondani, hogy irigykedem rá, esetleg keresek olyanokat, akik szintén hasonlóan éreznek, és akkor beindul ez a pletyka. Ezzel csak az a probléma, ezekkel a rossz indulatú éreztelésekkel, vagy sokszor rossz indulatú hazugságokkal, hogy az én helyzetemen nem változtat. Én ugyanott lent maradok, csak a másikat próbálom magam mellé lecibálni. Tehát, hogy nem azon van a hangsúly, hogy hogyan lehet itt elmozdulni ebből a helyzetből. Nem engedtem el azt a gondolatot, amit az előbb mondtál, hogy a hazugságvizsgálunk. Menjünk egy kicsit bele, hogy hogyan működik mindez. Miről szól ez egyébként? Tényleg annyira misztikus dolog, mint amivel egy-egy krimiben látjuk, hogy rákötnek madzagokat az emberekre, és akkor kérdezfeleleket játszanak, és próbálják sarokba szorítani? Igen, szerencsére most már így a 20. századtól kezdve egyre inkább felé ment el a hazugságvizsgáló a madzagok felé, ahogy te is mondtad, és azért mondom, hogy szerencsére, mert például a régi kínaiaknál az volt a hazugságvizsgáló módszer, hogy egy marék rizslisztet kellett az illető szájába bevenni, azt megrágni, és majd kiköpni. És hogyha ez nem lett elég nedves, akkor az illető hazudott. Hát azt gondolom, mert szerencsénk van, nem? Ilyen szempontból, hogy most már nem a rizsliszt az, amit kell használni. De utána volt még ez a pulzusmérés, amivel megint csak az a bajom, hogyha valakinek eleve mondjuk egy szívritmus zavara van, vagy stresszes, hát persze, hogy akkor ki fog ugrani a pulzusa, tehát nem lehet ezt használni. És akkor bejöttek a hazugságvizsgáló készülékek. Ezeknél igen, így működik, ahogy némelyik filmben lehet látni, de ezzel mindig óvatos vagyok. Testközelből még nem próbáltam, úgyhogy nem is szeretném.
Hát ezt meg tudom érteni, de még egyszer mondom, még mindig jobb, mint a csak onnan van a tapasztalat. Módszer. Tehát, hogy ráteszik az emberre ezeket az érzékelőket, a bőrellenállást nézik, a pulzust és az egyéb ilyen mutatókat, és ezután ugye bizonyos kérdéseknél fogják azt nézni, hogy ez most változik, vagy nem. De itt is ugye természetesen megint egy alaphelyzethez viszonyítanak, tehát az első körben, ahogy az embert így bemadzagozzák, meg felteszik ezeket a kis érzékelőket, akkor utána történik egy ilyen általános beszélgetés, aminek során megnézik, hogy eleve milyenek az alapmutatók, és akkor utána vannak különböző módszerek. Van olyan, amikor eldöntendő kérdéseket tesznek fel, illetve van az, amit úgy hívunk, hogy hát a bűnös tudásnak a tesztje. Például, amikor arra vonatkozóan tesznek fel vagy kérdéseket, hogy mi volt mondjuk egy bűncselekménynél a betöréshez használt eszköz, hogy mivel törte fel az ajtót, és akkor mondanak különböző eszközöket, amik lehettek, ezek között van az is, amit ténylegesen az elkövető használt, és itt valószínűleg be fog jelezni. Na, én most azért mondtam, hogy valószínűleg, mert ezek a poligráfok, ezek a hazugságvizsgáló készülékek sem megbízhatóak 100%-ig. És befolyásolhatóak, tehát ennek megvan különböző könyvekben is, illetve interneten is elérhető az, hogy hogyan lehet befolyásolni egy ilyen hazugságvizsgáló készüléket, hogy eleve már más legyen az adat, amihez össze tudjuk hasonlítani. És sajnos itt is volt olyan, pont az Egyesült Államokban volt egyébként a 70-es években, amikor valakit egy gyilkosságért előzetes letartóztatásba helyeztek, és akkor azt mondták, hogy ha vállalja a poligráfos vizsgálatot, akkor ha kijön ott, hogy ártatlan, akkor természetesen szabadon fogják bocsátani. Nem ez jött ki, hanem bejelzett a poligráf, és 2 évet töltött börtönben az illető. 2 év után végül is újra vizsgálták az ügyét, és akkor letartóztatták a valódi elkövetőket, tehát ő kikerült a börtönből, viszont a 2 évet sem töltötte haszontalanul, mivel annyira azért megérthetjük, hogy felzaklatta ezt, hogy ártatlanul őt letartóztatták, hogy belevetette magát a poligráfnak a szakirodalmába, és nem is tudom, 21-nehány börtöntársát, azt kiképezte arra, hogy hogyan kell átverni ezt a gépet, és olyanokat, akik egyébként kint bevallották, hogy valóban elkövették ezt a bűncselekményt. Tehát nem tudom, hogy így mit gondol így a jogrendszer az Egyesült Államokban utólag erről, hogy mennyire hasznosan töltötte ezt a 2 évet a börtönben. Ez a 70-es években volt egyébként. Tehát itt kérdéses az, hogy bizonyító erejűként elfogadják-e napjainkban is a poligráfos vizsgálatot, hogyha egybehangzik a többi bizonyítékkal, akkor általában elszokták, de ez tényleg ilyen egyéni kérdés, meg ez már picit inkább ilyen jogi kérdés. Tehát, hogy visszakanyarodjunk ennek a pszichológiai részéhez, azt mondom, hogy nem teljesen megbízható ez sem. De még mindig barátságos, mint a rizs rész. Tehát akkor ez sem 100%-os napadás át lehet verni, ha valaki nagyon ügyes. Így van, így van. Tehát azért az embereknek a 15%-a az, aki nagyon jól tud hazudni. És hogy milyen vonások tartoznak ehhez, kell egy jó előadó készség, kell az, hogy egy ilyen extrovertáltabb ember legyen, aki szeret szerepelni, jó verbális készség kell hozzá, jó beszédkészség, memória, megfigyelőkészség, figyelem, hiszen ahogy mondtam, ehhez kell azért egy összeszedettség. De ez nem azt jelenti, hogy ez a 15% ez kóros hazudozó lenne, tehát lehet, hogy neki van egy ilyen képessége, de nem használja. Tehát, hogy akinek van hozzá motiváltsága, illetve ahogy mondtam, használ ilyen trükköket, akkor persze ez a készülék is átverhető. Tehát nem igaz az, amit sokszor hangoztatnak, hogy mondjuk valaki rendőr, és akkor ő nyomozó, ő sokszor találkozott ilyen esettel, őt nem lehet megtéveszteni. Tehát, hogy ne ringassuk magunkat ilyen illúzióba, mert mindenkit meg lehet téveszteni. De itt a másik kérdés, vagy a másik oldalon van a kérdés, ugye, hogy mi a cél, meg kell ezt egyáltalán. Hát igen, mennyire etikus hazudni a másiknak. Jobb persze. Az egyenes út is az őszinteség szerintem. Hát ez mindig így van, és azért is beszélgetünk most erről a témáról, tehát hogy nem az, hogy most mindenkit erre biztosunk, hogy na, akkor próbálják ki, hogy mennyire tudják a környezetüket itt becsapni, hanem ne legyünk annyira gyanakvóak, azért az embereknek a nagy része
Azt találták, megint csak kutatásokat tudok mondani, hogy 75%-ban azért általában nem szoktak, vagy nem akarnak minket becsapni, de azért van egy olyan 25%-a a társas interakcióinknak, ahol ez előfordulhat. Tehát ne legyünk olyan bugyután naívak, hogy mindent elhiszünk természetesen, de azért gyanakvónak sem kell lenni, hiszen azt gondolom, hogy a kapcsolatoknak pont a bizalom az alapja. Legyen így, szerintem. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm én is. Magam és kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a heti krónikát látták. Riportjainkat továbbra is megnézhetik a már jól megszokott webcímeken, a füzesabonytv.hu honlapunkon, valamint a füzes híreken is. Én még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottak, friss hírekkel találkozunk egy hét múlva. Addig is viszontlátásra!